Az előző részekből tudhatjátok, hogy sok minden történt a kis kék Scarabeusszal. Először dengeret megtalálta, majd odaadta Ted Kornak, aki sikeresen összetörte, majd egy krízis után újra megtalálták, de Ted elvesztette Shazam barlangjában, majd a barlang felrobbant és a Scarabeus elpázóban kötött ki. A bogára Jaime Reyes talált rá két legjobb barátjával, Brendával és Pacóval. A fiú hazavitte és még aznap éjszaka a bogár rácsatlakozott a gerinc oszlopára. Jaime lett az első olyan ember, akinek a Scarabeus az összes erejét átadta. Ez alatt azt értem, hogy nem csak a repülés és a szupererő képességeket kapta meg, hanem egy teljes harci felszerelést is. Mikor belekezdett a bűnöldözői életmódba, egy elpázói mágia használó metahumánokból álló csoport azonnal be akarta őt venni, ám Jaime visszautasította őket. Egy nappal a Scarabeus megtalálása után Booster Gold azonnal megkereste a fiút azzal az indokkal, hogy találkoznia kell Batmannel, ugyanis Booster járt már a jövőben, ahol Batmant legyőzi Brother Eye, de időközben arra is rájött, hogy a kék bogár erejével meg tudják találni, és le is tudják győzni az életveszélyes mesterséges intelligenciát. Jaime fekete kanárival és zöldiászra az űrbe utazott, hogy megkeressék azt a műholdat, melyen Brother Eye tartózkodik. Ott megtalálták a mesterséges intelligencia egyik stabilizátorát, melyet sikeresen fel is robbantottak. Ennek köszönhetően zuhanni kezdtek. A Scarabeus megérezte a veszélyt, így kilökte Jaime-t a multiverzumból. Pár perc után újra a Földön találta magát, ám kiderült, még úgymond ki volt löködve, addig egy év telt el a Földön. Visszatért El Pasóba, ahol csatlakozott a mágia használók csapatához. Jaime mindvégig úgy gondolta, hogy az ő ereje is valami ősi mágián alapszik, ám mikor az első kékbogár feljegyzései között kutakodott, rájött, hogy a bogár egy Földön kívüli hódítófajtól, név szerint a Reach-től származik. Az űrlények terve szerint a kék Scarabeus viselője az emberek bizalmába kell, hogy férkőzzön, majd nekik engedelmeskedve a bogár át kell, hogy vegye az irányítást Jaime elméje felett, és meg kell kezdenie a hódítást. Ez a terv ott megbukott, hogy hagyták évezredeken keresztül a Földön sínlődni a Scarabeust, ugyanis a tárgy annyi mágia használó ellenfélnek volt kitéve, hogy a sok természetfeletti sérülésnek köszönhetően a Reach nem tudott vele kapcsolatban maradni. Sőt, Jaime segítségével szabad akarata lett, majd törölte magával a Reach által beprogramozott célokat. Hogy a földi hősök megállítsák a galaktikus hódítókat, egy rakétát küldtek ki rájuk. Ez persze a Reachnek nem tetszett, így felbérelték Lobót, hogy állítsa meg a rakétát. A kék bogár a Tini Titánokkal az oldalán legyőzte Lobót, így a pokolgép sikeresen célt ért. A történések után a Tini Titánok befogadták Jaime-t. A csata utána a Scarabeus teljesen függetlenné vált a Reach-től és átnevezte magát Kajidára. A kék bogár utolsó történetében az U-52 előtt Kajida segítségével kiderítette a Reach összes tervét, melyet Jaime az egész univerzumban elterjesztett. Nos, láthatjátok, hogy a harmadik kék bogár sose volt tagja az ifjak ligájának. Igen, néha előfordul, hogy egy-két adaptációban átírják a sztorikat annak érdekében, hogy ne legyen unalmas az alkotás. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezzel rosszat tesznek. Szerintem még sok ilyennel fogtok találkozni a közeljövőben, így ha valamit nem értetek egy bizonyos karakterrel kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzetek, és mi pedig szívesen válaszolunk. Jövő héten pedig egy olyan videóval jelentkezem, melyet már nagyon régóta tervezgetek.